Sziasztok! A kukucskálhoz készítem ezt a rövid kis videót. Mi egy első emeleti lakásban lakunk, ami nem teljesen tetőtér, tehát van állóablakunk is, de van, látjátok, ilyen tetőhöz igazított ferde ablakunk, a ferde falunkhoz. És itt ugye nem láttak ki a nagy cicák sem nagyon, és mindig azt láttuk, hogy kapaszkodnak, szeretnének kukucskálni. Úgyhogy kitaláltuk a párommal, amikor szigeteltük belülről a lakást, hogy hoz faanyagot, és ez egyszerű falap. Látjátok? Mondjuk persze még ezt le lehet festeni, meg sok mindent lehet vele csinálni, meg rárakni valamit. Ez minden olyan helyen van, illetve lesz, ahol eddig nem volt. És látjátok, Csicsi már rá is ugrott, mint aki tudja, hogy éppen videózok. Ez az egyszerű falap, és ragasztva van. Látjátok? Oda van a falhoz ragasztva. Egyne. Hello, Csicsi farok. Látjátok? Egy ilyen kis létszer. Abszolút egyszerű. És nem csúsznak le a ferde falról, és ez van megcsinálva. Máshol is, ahol van ilyen ablakunk, és imádják, és a kicsikék is itt szoktak kukucskálni. Már Mircike jött is. Hello, Mirtus, hello, apa. És itt szépen kilátnak az utcára. Én azt gondolom, hogy ha ilyen helyen lakunk, akkor is kell a cicáknak külső impulzus, hogy lássák a kinti mozgást, hallják a zajokat. Hát és természetesen itt ez az ablak nagyon-nagyon ritkán van így nyitva, mert igen, volt úgy, hogy Csicsit is a csatornából szedtem vissza. Úgyhogy állóablakoknál pedig cicahálót alkalmazatok. Azt is most tervezzük a két ablakra, hogy ki tudjanak menni levegőzni. Amúgy csak felügyelettel szoktunk kint lenni az ablakba. Úgyhogy csináljátok ti is, a cicák hálásak lesznek érte. Egyrészt lefoglalják magukat, érdekességeket látnak, zajokat, embereket. Úgyhogy szerintem jó ez. Ha valakinek ötletet adtunk, akkor bízom benne, hogy meg is fogja tudni csinálni. Úgyhogy hajrá, nagyon egyszerű, nem kell hozzá sok minden. Nagyon-nagyon szép napot kívánunk nektek Csicsivel és Mircivel.